A Várdai Kata Református Általános Iskola Gimnázium és Kollégium diákjai zenés, verses előadással idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit a Kisvárdai Várszínházban. Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, 56 a fiatalok forradalma volt. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, aki életét adja barátaiért. Olvasjuk a Szentírásba. Ős igazság, ők adták az életüket a hazáért. 56-ot sokféleképpen lehet értelmezni, kedves fiatalok, úgyis a fiatalok forradalma volt. Ők kezdték el, ők voltak, akik legtovább kitartottak. És jellemző, hogy a harcok, a megtorlásokban minden negyedik az 21 éven aluli volt. 56-ot nevezik a nemzet forradalmának is. Méltán nevezhetjük így, magyar történelemben kevés ilyen esemény van, minden rétege képviselte magát a társadalomból. Tanárok, diákok, kétkezi munkások, egyszerű emberek, professzorok. Mi volt bennük a közös? Hisz mindennapi életük, vágyaik teljesen másról szóltak. Hogyan? Mégis hogyan tartok össze? Azt mondták, elég volt. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, ki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. A budapestiek mellett a Tiszadobról, Kislétáról, Panyoláról és más közeli települések mellett Kisvárdáról származó áldozatokról is megemlékezett Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 52 áldozatot szedett a forradalom és annak megtorlása. Az elnyomó Kádár rezsim igazságtalan módon 19 áldozatot még a hivatalos listákon sem tüntetett fel. De mi őket sem feledhetjük. Neveik és tetteik örökké megmaradnak történelmünkben. Ahogy emlékszünk, a vármegye bátor fiataljaira, fiaira, lányaira is, akik életüket adták a szabadságért. A tárnok testvérek, a nyíregyházi tárnok testvérek tragédiája különösen megindító. Ferenc és Tamás egyik mérnökként, a másik egyetemistaként egymás mellett október 24-én vesztették életüket a Magyar Rádió mostrománál. Nyíregyházán csak október 26-án bontakoztak ki a forradalom eseményei a Malinovszkij szobor ledöntésével, de a vármegye több település is kivette részét az eseményekből. Seszták Oszkár az eseményen átadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elismeréseit, az ezüst emlékérmeket és az emlékplakettet. A diákok műsorát követően a Várszínházból az 56-os emlékműhöz vonultak az ünneplők, akik fejet hajtottak a szabadságharc hősei tiszteletére emelt szobor előtt. A megemlékezés Rada János sírjának megkoszorúzásával zárult a régi temetőben.